Belek neve ismerős lehet a sportbarátok számára, mivel a téli időszakban sok magyar futballcsapat utazik edzőtáborozni Törökországba. Az elmúlt héten nyíregyházi úszók készültek a tengerparti városban, köszönhetően annak a támogatásnak, amelyet a nyíregyházi sportcentrum kapott a szakosztály teljesítményének köszönhetően. Urbin Tamás és Gyula Sándor vezetésével 8 fiatal ismerkedhetett meg a napi 3 edzés okozta izomlázzal. Két edzővel voltunk kint, tehát megosztottuk a társaságot, a kisebbek és a nagyobbak külön edzésprogramot úsztak, viszont én azt mondom, hogy a napi 3 edzés az nagyon szigorúan megvolt, 10 pályás 50 méteres medencébe tudtunk úszni, szinte korlátlan lehetőségekkel, illetve nagyon jó konditerem használattal, délben kondi edzés volt, tehát 3 edzéssel készült a naponta. A körülmények, amik itt adottak voltak, itt szinte azt mondtam, hogy Magyarországon alig-alig van ilyen lehetőség, a másik az, hogy egy nagyon jó csapatépítő lehetőség is volt, több gyerek és több kispajtás, aki először ült repülőn, megtapasztalhatta a repülés élményet, illetve hát a szabad programon már nem csak edzésről szólt ez az edzőtábor, volt lehetőség egy kis bazározásra és tengerpart látogatásra is. A hazaérkezés után nem sokat pihenhettek a nyíregyházi úszók, ugyanis szerdán kezdődik a fővárosban a szombaton záruló Budapest bajnokság. A legnagyobbak közül 9 versenyző fog indulni, ugye 5 fiút és 4 lányt neveztünk. Minden váltószámba, illetve egyéni számba, amit szóba jöhetett, el fogunk indulni. Ez a verseny, ez a Budapest Open, ez egy nyílt verseny, ez az utolsó szintúszó verseny a nemzetközi versenyekre. Én azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó felkészülés, hiszen jövő héttől meg megyenek a nemzetközi szintű versenyek. A nyíregyházi úszók közül Hatházi Dóra a július 3-án kezdődő kazanyi ifjúsági Európa-bajnokságon 50, 100 és 200 pillangón, valamint 4 váltószámban áll rajthoz. Gyula Sándor tanítványának már van egy EB bronzérme, és a remények szerint Oroszországból is éremmert ér majd haza a fiatal úszónő. Szurovcsák kivesz szerdán Budapesten teszi le az esőt a nápolyi Universiadéről utazó sportolók társaságában. Urvin Tamás tanítványa a 10 versenyzőt számláló magyar úszócsapat tagjaként az 50 és a 100 méteres mellúszásban indul Olaszországban, ahol a döntőbe jutás a célja.